Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a 20. század intézet nevében, a 30 éves szabadon című eszé pályázatunknak a díjkiosztóján. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy több tucat, majdnem 40 pályamű érkezett erre az eszé pályázatra, amit tavaly októberben a köztársaság kikiáltásának az évfordulóján, október 23-án tettünk közzé. És az volt vele a célunk, hogy a középiskolás korosztály számára, akik hát számotokra már nem egy kézzelfogható és nem személyes emlék, hogy milyen volt az élet 1989-90 előtt, és hogy miért is volt valóban forradalmi az a változás, ami 89-90-ben történt. Ezt egy kicsit közelebb hozzuk hozzátok, és úgy gondoltuk, hogy talán erre a legjobb eszköz, hogyha a saját családtagjaitokkal, felmenőitekkel, szüleitekkel, nagyszüleitekkel beszélgettek, és akkor szólítanám is a harmadik helyezettet, Bueno Karádi Anabelt. Köszönöm. Gratulálok. Fogad szeretettel az emléklapot, illetve parancsolj a nyereményed és egy könyvcsomag. Édesanyámmal beszélgetve az új információ, amit megtudtam, az nagypapámról, például a kitartása. Én mindig tudtam, hogy nagyon kitartó személyiség volt, meg olyan ember, aki nem adta be könnyen a derekát, de így, hogy mesélt még jobban, így most már kicsit felnőttebb fejjel én is megértettem, hogy ez tényleg mennyire nehéz volt akkor abban a rendszerben felvállalni azt, amit ő hitt és vallott, és szembe ment ugye mindennel. A második helyezett a pályázaton pedig Csomós Anita lett. Neked is gratulálok, kérlek fáradj ide. Parancsolj itt az okleveled, illetve a nyereményed. Ugye te egy iPad-et nyertél és egy könyvcsomagot, gratulálok. A pályázat megírása után másképp látom az akkori emberek helyzetét és hogyan élték ezt meg, mivel persze tanultunk erről az iskolában is, de akkor inkább a történelmi hátterét tanultuk, hogy minek mi volt az oka, de így megtudhattam, hogy hogyan változott az iskolákban az élet, vagy a munkahelyeken a légkör. És az eszé pályázatunk győztese pedig Derzsi Kinga lett. Gratulálok, kérlek fáradj ide. Köszönöm. Gratulálok. A te nyereményed pedig egy iPhone és egy könyvcsomag. Én az írásomban is azt emeltem ki, hogy Romániában el akarták folytani a magyarságtudatot, és nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy mindenképpen kitartottak a magyarságuk mellett, és megőrizték azt, és így továbbadták nekem is. A rendszerváltoztatás azért fontos a mai fiatalok számára, mivel amikor erről beszélünk, ráébredünk arra, hogy valójában ma milyen szabad országban élhetünk, ami a szüleinknek, nagyszüleinknek egyáltalán nem volt adott. És ez egy hatalmas öröm lehet számunkra, és nagyon nagy lehetőség, hogy kibontakozzunk. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek a pályázaton, gratulálok, és remélem, hogy a 20. század intézet későbbi rendezvényein is találkozunk.